Köszöntöm a nézőket, a Budai Magazin mai stúdió vendége, Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt alapító tagja, elnöke, Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának tagja. Jó estét kívánok! Jó estét, köszönöm a meghívást! Viccpártként alakultak, de az önkormányzatban a testületi üléseken nem sok helye van a viccelődésnek. Műfajt váltottak, stílust váltottak? Hát bevallom, amikor én képviselő lettem itt a 12. kerületben, akkor az első pár hónapban nem is igazán találtam a helyemet. Nyilván elsőre az ember nem feltétlenül érti, hogy mi történik akár egy testületi ülésen, illetve hát azt se feltétlenül tudja, hogy mi az, amit mondjuk hát érdemes jobban megnéznie, hogyha érdekli a önkormányzat munkája, illetve a kerületben történtek. Egy pár hónap után lett az, hogy akkor elkezdtük átnézni az önkormányzat szerződéseit, a pályázatokat, a közbeszerzéseket, a ingatlanadásokat, és hát utána már hát a kezdeti jó véleményem azért alapvetően megváltozott az önkormányzatról. Én nagyon sok ponton problémásnak látom, ahogy működik a 12. kerületi önkormányzat. Most nagyon hosszan tudnám sorolni, de például a közbeszerzéseken azért azt, hogy igazi verseny lenne, azt szerintem nem lehet állítani. Egy részük meghívásos, tehát nem vett rajtuk bárki részt, és itt azért gyakorlatilag ugyanazok a cégek nyernek egyébként sok-sok éve. És ezek egyébként ugyanazok a cégek, akik az első kerületben is rendre nyerték a közbeszerzéseket, amíg ott Fidesz vezette az önkormányzatot. Mind a mellett, hogy egyébként pedig Pokorni Zoltán stratégiai főtanácsadója, akit Béres Istvánnak hívnak, neki van is egyébként egy közös cége, Nagy Gábor Tamás volt feleségével, amelyik cégtől egyébként az első kerületi önkormányzat sok-sok éven át vásárolta a bort. És hát a nagyobb értékű közbeszerzések, ugye az építési beruházások, az pedig ugye az Archibona Kft., aki ellen most már, ezek ugye nyílt közbeszerzések, de most már el se indul igazából senki ellenük, tehát úgymond mondhatja az önkormányzat, hogy hát ő kiírta a közbeszerzést, de azért, szóval annak azért lehet valami oka, hogy egy 30 ezer szereplős, mert körülbelül ennyi építési cég van Magyarországon piacon, egyszerűen nem indul el senki ellenük egy közbeszerzésen, és hát nyilván ebből a hatalmas versenyből következnek az árak is, amiért dolgoznak. Nem akarnék senkit védeni, de jelenleg ma Magyarországon az építőipar azért nagyon leterhelt. Tehát rengeteg fejlesztés van, és hát embert nem találnak, tehát nincs, aki dolgozzon gyakorlatilag. Tehát még hogyha van is egy KFT, a vezetőség egyedül nem megy semmire, ha nincs embere, tehát kvázi nagyon sok munkát azért nem vállalnak, meg nem indulnak el cégek, mert nincs kivel dolgozzanak. Erre nem gondol? Természetesen ez is előfordulhat, de azért az Archibona Kft-nél látszik, tehát amikor ez a cég megalakult, majd ugye átkerült azokhoz a tulajdonosokhoz, akiknél van a mai napig, utána azért nem tudom pontosan, de kb. A 3/4-ét a közbeszerzéseknek ebben a kerületben nyerte, és hát nagyon sokáig nagyon máshol el se indult, max állami tendereken. Az állami nehéz tendereken, ha elindul, hát kellenek egyrészt gyakorlat, kellenek hozzá tapasztalat, kell hozzá képes lenni arra, hogy azt elvégezze. Tehát különféle előírások vannak, én nem vagyok mérnök, de azt tudom, de két lakást már felújítottunk, hogy nagyon nehéz volt megtalálni a szakembereket. Nincsen, az építőipar felszívta teljesen az embereket. Tehát minden cég el van havazva, dolgoznak. Rendben, de amikor például a KBT 115 szerinti közbeszerzések vannak, ugye ezt építési beruházásnál 300 millió alatt lehet megtenni, nem muszáj, tehát ezek is lehetnek egyébként nyíltak. Ott azért azon tényleg konkrétan nem tud elindulni más, csak aki meg van hívva erre a közbeszerzésre, és azért mondom, gyakorlatilag ugyanúgy a 3R Kft., a Regnum Trendo Kft., a Western Kft., a Delante, és ráadásul rengeteg esetben például olyan cégek versenyeznek egymással, például amikor a 3R Kft.-ről és a Regnum Trendo-ról van szó, akik tulajdonosainak, ügyvezetőinek korábban több közös cégük volt, tehát ismerik egymást, ugyanígy kapcsolat van a Delante és a Western. De itt most felsoroltad 6 céget. Hát igen, nagyjából ők szokták megnyerni, és hát persze vannak még cégek, akiket meghívnak, viszont azok sosem szoktak. Az a baj, hogy nem 20-an vannak. Nyerni.
Hát most az, hogy kiket hívnak meg ezek ellen versenyezni, az is nagyon érdekes. Például a kétszer is meghívták a Viasz nevű céget, akinek ekkor, amikor meghívták, egy fő villanyszerelő alkalmazottja volt. Hát ugye a Viasz nem is nyert, hiszen egy fővel ugye valószínűleg nem lehet ellátni ezeket a munkákat. Térjünk vissza még egy kicsit a pártra, hogy miért két farkú kutya, miért nem macska? Ez teljesen véletlenül alakult. Rajzolgattunk egy animációt, hát ez nagyon régen, talán 17-18 évvel ezelőtt lehetett, és ott egy génkutató laboratórium hátsó kijáratánál a szemétdombon élt mindenféle állat, többek között a két farkú kutya, de volt, nem tudom, háromfejű csirke, meg ilyen egyéb lények. És akkor valamiért ezt a kutyát szúrtam ki magamnak, és így kezdtem el így ragazgatni, akkor ugye Szegeden. És akkor 2006-ban ugye először, ha nem is igaziból, de úgy tettünk, mintha elindulnánk a választáson, addigra ez a kutya már valamelyest ismert figura volt Szegeden, és akkor így ő került a plakátra. Tehát nincs alapból benne ilyen mondani való a két farokban, viszont utólag kiderült, hogy van, mert angolul van egy olyan mondás, hogy someone is as happy as dog with two tails, hogy ugye olyan boldog valaki, mint a két farkú kutya, mert hogy amikor a kutya nagyon gyorsan csóválja a farkát, akkor olyan, mintha kettő lenne neki, úgyhogy végülis akkor így utólag lett értelme a dolognak. Van kutyája? Van, kettő is, a két labrador, bár az egyikkel átvertek, ő szerintem nem labrador teljesen. Az igazi, az igen, ő egy barna labrador. Hát nekünk ő volt a miniszterelnök jelöltünk a legutóbbi választáson, és én nagyon remélem, hogy ő lesz a következőn is. Neki van egy csodálatos képessége, hogy sikerült megtanítani arra, hogy megtalálja a papírpénzt, hogyha eldugod a lakásban. Én úgy gondolom, hogy egy miniszterelnök jelöltnél lesz, hogy megtalálja a pénzt, azért hát kiemeli a többi jelölt közül. Angolul tud? Én? Hát a kutya? A kutya nem még, de majd valamikor sor kerítünk rá. Hát kutya angolt tudja, tehát nyilván az emberi angolt még nem, csak a kutya angolt. A pandémia alatt nem csak viccelődtek, hanem komolyan kivették a részüket a segítségnyújtásban. Bevásároltak időseknek, segítettek, ételt vittek, kutyát sétáltattak. Hányan vannak a párban? Hát igen, ez egy nagyon érdekes pár hónap volt számomra. Igen, mi is elkezdtük ezt, hogy a időseknek a helyett, ugye, akik félnek boltba menni, elmenjünk bevásárolni, vagy gyógyszertárba, vagy éppen kutyát sétáltatni. És hát nagyon sokan jelentkeztek hozzánk, nem tudom most pontosan, 300-400 ember volt, akinek intéztük a dolgait, és kb. 300 volt, akik jelentkeztek segíteni. Elképesztő volt egyébként, hogy mennyi ember és milyen örömmel is csinálta mindezt. Most ez ugye úgy működött, hogy alapvetően az én telefonszámom volt megadva a plakátokon, tehát engem, na hát nekem ott ezzel telt ez a három hónap, hogy reggel 8-tól 4-ig hívtak a kerületi idősek, és ugye mi úgy dolgoztunk, hogy a telefonban elmondták, hogy pontosan mit kérnek, tehát hogy 3 tejföl és 2 kiló alma, ezeket én bevittem egy szoftverbe, és ott voltak szervezőink, akik megkerestek ugye önkéntest az adott feladatra, és akkor utána lecsekkoltuk, hogy minden rendben volt-e. Úgyhogy mondom, ez nekem tényleg egy nagyon szürreális élmény volt így utólag is, mert egész nap ilyen bolti termékeket és gyógyszerneveket hallgattam igazság szerint. Ami nagyon különös volt egyébként, hogy ahogy ugye akkor azért nem volt annyira magas az esetszám, és viszont most télen, amikor nem tudom, százszorosa volt az esetszám akkorinak, akkor viszont alig kérte már valaki ezt. Tehát akkor nem tudom, 5-en hívtak fel minket, és akkor persze nekik próbáltunk segíteni. De hogy nem valahogy... volt olyan nagy ijegység már, igen, akkor, tehát az emberek... a kezdeti sokkon túl voltak, igen, az emberek, és igen, már egy kicsit belefásultak. Igen, hogy... meg talán már, tehát már nem bírták ezt az otthonülést, 2 hónapig az ember talán kibírja, másfél évig hát belebolondul egy ember, hogy egyedül, főleg ha egyedül van, és mondjuk nem is kertes házban, tehát így otthon kell lennie. Az nyilván egy ilyen nagyon fura volt. Ja, de egy utólag tök örülök, meg tök sok pozitív tapasztalat volt, meg rengeteg embert megismertünk a kerületből, akik azóta is egyébként úgymond keresnek meg problémákkal. Szóval mindenképp jó volt, meg hát igen, lett egy tök nagy csapat is, akit egyébként azóta is, hogyha mi most is végzünk minimálban ilyen szociális tevékenységet a kerületben, hogyha kell valakinek egy mosógép, vagy laptop, vagy stb., akkor azt igazából tudunk szerezni. És ez nekem is tök jó, hogy alapból tudok írni 400 kerületi embernek e-mailt arról, hogy sziasztok, nincs egy tévé, amit úgyis kidobnátok. És akkor így tudnak, volt már erre példa, hogy valakinek így segített? Persze, sokszor, igen. Sokszor írtak nekünk emiatt, és akkor mi meg itt kerestünk, hogy tényleg nem, ebben a kerületben ezt nagyon egyszerű megoldani, és egyébként most ezt
inkább csak javaslat és nem kritikaként mondom, ezt igazából az önkormányzat szerintem megtehetné. Tehát ha az önkormányzat jelezné ezt a lakóknak, hogy ő próbálna segíteni ilyenekbe, hogy ingyen szerezni dolgokat a kerületiektől vagy környékbeliektől, ha ezeket összegyűjtenék, és mondjuk a Hegyvidék Újság vagy a Téli ezeket rendszeresen lehozná, ha ezeket a Facebook oldalukon, a weboldalukon kommunikálnák, ebben a kerületben lehet találni ingyenesen használt laptopot, ingyenesen használt mosógépet. Mi lehet, felajánlhatjuk most a képviselő úrnak, hogy a Hegyvidék Televízió szívesen ad helyt ilyet közérdekű felhívásnak. Na, csak az a kérésünk, hogy legyen valaki mondjuk a párttól, vagy egy önkéntes, aki ezt mondjuk koordinálja. Mert mi meghirdetjük, de nincs helyünk tárolni, meg... Nekünk az van, tehát ezt ebben ha így tudunk együttműködni, annak én nagyon örülnék. Vannak itt is, tehát ezt lehet meglepő sokaknak, de bőven élnek itt szegények. Pont itt a Hajnóci, az Alkotás, a Győri út, a Avar utca, tehát vannak bőven. Ugye mi volt egy időszak, hogy így úgymond főztünk is egy-két hónapon át a kerületi rászorulóknak, és akkor azért itt is elképesztő állapotokat mit lehetett főztem? Találni sajnos. Ja, hát itt ez is úgy volt, hogy ugye egyrészt tehát jöttek mindenféle kérések, akiknek ugye a vírus alatt ugye nem volt fizetésük, és rossz helyzetbe kerültek, vagy amúgy is rossz helyzetbe voltak, vagy pusztán azért, mert mondjuk egy egyedül élő tanár, akinek van 3 gyereke és albéletben lakik, ő már önmagában, ez elég ahhoz, hogy valaki szegény legyen ma Magyarországon. És akkor kerestünk ott meg embereket, akik meg a szabad idejükben és úgymond saját költségen végül is akkor szívesen főznének, és akkor ezeket mi leszerveztük, hogy eljuttassuk hetente két alkalommal a megfelelő helyekre, és akkor nyilván itt azért úgymond, amennyire lehetett ellenőrizni kellett azért azt, hogy megfelelő helyre vigyük az ételt, de akkor is tényleg azért hát súlyos körülményeket láttunk itt ott. Képviselőként ugye a Kulturális Oktatási Bizottság tagja, miről szoktak ott dönteni, milyen munkával jár ez a tagság? Hát a legtöbb vita azért ugye erről a idézőjelben eltitkolt pályázati formáról volt szó, ugye van egy rendelete az önkormányzatnak 2014-ből, ami alapján egy 50 milliós keret van. Ugye van egy másik, tehát van egy úgymond normális civil pályázata az önkormányzatnak, ez egy 10 milliós keret. Itt le van írva, hogy mire, milyen összeget, milyen elszámolás, stb. Viszont az 50 milliósnál gyakorlatilag semmi nincs leírva, még az sincs, hogy kerületi dologra lehet-e kérni, nincs meg a maximális összeg, az elszámolás az annyi, hogy hozzá számlákat, és hát ugye ezt nem hirdette soha sem az önkormányzat, és erről igazából én úgy vélem, hogy azért tud a kerületiek többsége, mert mi ezt nyilvánosságra hoztuk. Itt a Fonti Krisztina, a polgármester asszony először nagyon meg is haragudott emiatt, és azt mondta még a testületi ülése, hogy akkor megszüntetik ezt a támogatási formát. Egyelőre nem szüntették meg, itt azért annyi változás történt, hogy korábban kaptak KDNP-sekhez, fideszesekhez közeli civil szervezetek ilyen pénzeket, ez mostanában már legalább ez hál' Istennek nem volt, és tényleg nagyon különös támogatások voltak ebben. Mondok egy példát, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége 100.000 forintot, a helyi kerületi szervezete 100.000 forintot kapott arra, hogy elmenjen karácsonykor enni, és tényleg hoztak is egy számlát 100.000 forintról, hogy ők ettek. Bárhogy kerestük, nem létezik a POFOSZ-nak 12. kerületi szervezete, legalábbis senkit nem értünk el, a weboldalon sem látszik. Tehát erről sok vita volt, hát még nyilván a Turul ugye, mint kerületi probléma, ott azért az sokszor szóba került. Igazság szerint azért ez a kompromisszumos megoldás, amit most a polgármester bemondott, hogy valami fajta eszmetörténeti kiállítás lesz belőle, én azért úgy látom, hogy ez egy kompromisszum, tehát hogy ugye maga a polgármester is elmondta egy interjúban, hogy igazából hát igazából örülne annak, hogyha felébredne, és nem lenne ott ez a madár. Hát ez egy megörökölt. Persze, tehát ez nyilván így, és nagyon sok szempontból szerencsétlen. Szobor. Úgyhogy igazából ezt a kompromisszumos megoldást talán még én is el tudom egyébként fogadni az adott helyzetbe. Ez talán, ami a legkevesebb embert zavar, hogyha megtörténik. Nyilván attól függ, mert hogy ez hogyan lesz kivitelezve, és mennyire lesz hiteles és korrekt, de most legalábbis azok a történészek azért, akiket elkezdtek bevonni, ugye, akik például a neveket újra megvizsgálták a Turul talpazatán, nekik a véleményükre én is adok. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy ez így rendben van, akkor szerintem ez így elfogadható.
szerintem ez volt a két olyan téma, amin ott a bizottságban a legtöbbet hát beszélgettünk. Volt egy bizottság, amit megszüntetett. Miért? Igen, bizottsági ez... elnök volt, és, igen, a... és javasolta ennek a megszüntetését. Igen, valamiért engem neveztek ki a vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottságnak az élére. Ugye ez a bizottság, hát körülbelül évi 15 perc munkája van. Ugye Magyarországon a... Volt. Minden képviselőnek le kell adnia a vagyonnyilatkozatát. Ugye ezeket egyrészt érdemben nem tudjuk ellenőrizni, a NAV tudná ellenőrizni, hogy valósak-e a benne szereplő adatok. Másrészt amennyiben ezek... Azért nagyon sokszor kiderül róla, hogy hát van, nem kiderül, igaz, vagy igaz. Természetesen. Hát azért az újságírók akkor hogy tudnak utána járni? Persze, tehát ha véletlenül kiderül, hogy amúgy van egy ingatlana, amúgy van egy autója, amúgy van valahol pénze... Hát, hogy mondjam, azért alapvetően tulajdonra a földhivatalnál te nem tudsz keresni. Tehát azt azért megtalálni, hogy mondjuk egy tök más városban valakinek van egy családi háza, azért az, hogyha nem kapsz valami fülest vagy információt valakitől önmagában... Hát vidéken mindenki tud mindenről. Nem lehet eltagadni, hogy mondjuk egy budapesti képviselőnek, egy ismert embernek hát, van ott valami ingatlan. Én azért azt nem vagyok benne. Valóban mindenki tudja. Igen. Én nem vagyok benne 100%-ig biztos azért, hogy minden képviselőnek mindenre be van írva, de hogy ugye eleve, hogyha kiderül, hogy esetleg rosszul töltötte ki, azért sem jár büntetés. Tehát, hogy az egésznek igazából semmi értelme. Egyébként ez a kerület még korrekt, tehát a budakeszi önkormányzattal másfél éve küzdünk, hogy egyáltalán megnézhessük a vagyonnyilatkozatokat. Itt meg azért fenn vannak mégiscsak a önkormányzat weboldalán. Na mindegy, tehát hogy ennek így én úgy láttam, hogy azért ne kapjon öt ember fizetést, mert felesleges, viszont ezek a jogkörök kötelezőek, tehát valakinek évente egyszer meg kell szavazni. A szavazás egyébként nagyon vicces, mert arról szavazunk, hogy leadták-e a vagyonnyilatkozatokat, és akkor ugye megtudjuk, hogy leadták, és akkor azt mondjuk, hogy igen, leadták, tehát nagyon színvonalas a műsor. De ez kötelező, és akkor én azt javasoltam, hogy ezek kerüljenek át ugye a jogi bizottsághoz, nagyjából le tudja fedni ezeket a dolgokat, plusz 15 perc munkájuk lesz évente. És akkor ezt végül is elfogadta a testület, megszüntették ezt a bizottságot, de hogy ugye a rajtam kívül 4 ember a fizetésénél maradjon, mondván, hogy milyen sok dolga lett a jogi bizottságnak, ezt a 4 embert áttették utána gyorsan a jogi bizottságba, úgyhogy végül is csak az én fizetésemet sikerült megspórolni a kerületieknek. Nem, azzal semmi gond nincs. Igazából magának köszönheti. Persze, de semmi gond. Most én keresek legalább a legkevesebbet, nekem 180 nettó, a többieknek azért 300 fölött van itt a képviselőknek. Ezzel semmi probléma nincsen. Maga az, hogy a többi 4 képviselőt átrakták egy másik bizottságba, ezért az évi 15 perc munka miatt ki van ebben azért ez egy ilyen megoldás. Ki van? Hú, én már olyan régen volt, nem is tudom pontosan. Vágó István volt még az ellenzék részéről, Gámán Gábor volt ebben a bizottságban, talán a Mikó Gergely, de nem akarok rosszat mondani, még rajtuk kívül még 2 ember ezeken kívül. Írta a bemutatkozó levelében önkormányzati oldalon, hogy 3 éve él ismét Csillebércen, és hogy a legfőbb célkitűzése, hogy a lakásáig az utat. Igen. Képítse. Továbbra is ez? Hát ez egyébként hatalmas lépések történtek, tehát elvileg ősszel fog megszületni az a kormányhatározat, ami rendezi a csillebérci üdülőtelep teljesen kaotikus tulajdonviszonyait. És ennek része az, hogy megépítik az utat, tehát úgy tűnik ez egy olyan választási ígéret volt, ami végül is összejön, és talán még ebben a ciklusban elkészül az út a házam előtt. A szobrommal sajnos sokkal rosszabbul állunk. Mekkora szobrot is szeretne? Hát egy 20 méteres szoborról volt szó, és itt ugye, tehát a szoborra hová? Hová? Turul helyére? Valóban hegytetőre, tehát onnan így egyrészt én is, én ott laknék, tehát én a szobrom fejében lenne kialakítva egy lakás, és szeretném látni a várost. Onnan, itt ugye a szoborra a pénz megvan, tehát az a 800 millió forint, amiből a szobrot felépítenénk, azt mi már félretettük. Viszont ugye mi pályáztunk az önkormányzatnál a tervezés előkészítésének a tervezésére, ami leginkább cigaretta költség, kávé, klaviatúra kopási díj, mouse elhasználódási díj, kb. 4000 forintról van szó, szóval viszont nem nyertünk, úgyhogy most egyelőre elakadt, így nem tudjuk megkezdeni a tervezés előkészítésének a tervezését. Remélem, hogy idén talán tudunk nyerni az önkormányzatnál, és akkor megépülhet a szobor, ami szerintem minden kerületinek fontos, mert
mi más lenne fontos ebben a kerületben, mint hogy nekem legyen egy hatalmas szobrom a helytetején. Ezen kívül még mi az, amit szeretne elérni itt a kerületben képviselőként? Szeretnék több szobrot is magamnak egyébként, tehát jó lenne akár 100 méterenként egy szobrot a helytetőn. Hát, hogy mondjam, sok minden van, amit itt szerintem meg kellene változtatni. Az ingatlanadási gyakorlat az szerintem eléggé problémás. Egyrészt egyáltalán az, hogy ad el olyan telkeket az önkormányzat, amik olyan telkek, amik ugye hivatalosan lakóövezeti telkek, tehát valóban eladhatja és beépíthetőek ezek a telkek, de ezek azért gyakorlatilag erdő van rajtuk, amik hivatalosan nem erdők. Ugye itt a 150 évvel ezelőtt a hegy jó java része ugye vagy szántó volt, vagy szőlőt termesztettek, ezt abba hagyták 100 évvel ezelőtt, és akkor itt kilőttek az erdők, és hogy ezeket szerintem jó lenne megtartani. Illetve, hogy egyáltalán maga az ingatlan értékesítés szerintem nagyon problémás, tehát a 12. kerületi önkormányzat nem úgy értékesíti az ingatlanjait, mint például Random Marika néni. Random Marika néni felrakja azokra a weboldalakra, ahol az emberek nézik, akik szoktak vásárolni ugye ingatlanokat, és akkor nyilván lesz egy csomó jelentkező, és lesz valamiféle verseny. A 12. kerületi önkormányzat pedig nem tesz ilyet, hanem egy licit hirdetések nevű menüpontba rakja fel ezeket a weboldalára, ahol 2 hétig lehet megnézni, de nem lehet megnézni, hanem 50.000 forint plusz áfáért kaphatod meg, ha befáradsz az önkormányzathoz, és ennek az a vége, hogy az elmúlt 9 ingatlan értékesítésből pusztán 2 volt olyan, ahova 2 érvényes ajánlat is érkezett, és a többi hétre pedig 1 érvényes ajánlat érkezett. Tehát a verseny azért talán nem nevezhető olyan nagynak és végtelenül kielégítőnek. Ennek nem tudom, mi az oka. A négyzetméter árak is nagyon magasak a kerületben, tehát azért bárki nem tudna rá licitálni, vagy nem tudna ingatlanhoz jutni. Valóban magasak, de most, hogy egy példát mondjak, ugye a Hegyalja úti egykori Honit ugye eladta az önkormányzat Gyelán Zsoltnak, akivel amúgy is hát viszonylag jó viszonyt ápol. Például amikor az önkormányzat bevásárolt a vírus alatt időseknek, akkor mindenkinek a Gyelán Zsolt CBA-jába kellett mennie, ami végtelenül logikus, hogy a Normafától elmész a Szarvas Gábor útra bevásárolni. Na most itt például úgy adták el az ingatlant, hogy úgy néz ki ez az értékbecslés, hogy felbecsülték a teleknek az árát épület nélkül, nem tudom, ez egy kb. 100 milliós tétel, majd felbecsülték az épületet úgy, mintha nem lenne telek, hasonló kb. 100 milliós tétel, majd ezt a kettőt ugye nem összeadták, hanem átlagolták, és akkor így 100 millióért adták el, és hát ugye itt sem jelentkezett senki más, mint Gyelán Zsolt, akiről egyébként én magam is tudtam, hogy övé lesz az ingatlan, ki is raktuk egy 2 méteres plakáton már előre a fejét a boltra azzal a szöveggel, hogy tudom, mit vettél idén nyáron. Tehát azért ezeket szerintem lehetne korrektebben csinálni. Képviselő jelöltként indul, majd hivatalos jelölt már a jövő évi országgyűlési választáson. Hát igen, ebben a körzetben amúgy nem csak a 12. kerület, hanem a második kerületnek is ugye a lentebbi része. Igen, ezeket hát úgy logikusnak tűnt, hogy én induljak, ha már én vagyok itt. És akkor mi lesz a önkormányzati képviselőséggel? Ki lesz ön helyett? Hát ugye ilyenkor azt lehet, hogy akik a listán voltak, a önkormányzati választáskor a kutyapárt listáján volt, közülük lehet valakit, nyilván tudok többet is, aki egyébként alkalmas erre. Hát meglátjuk, hogy sikerül ez a választás. És az ellenzéki összefogásban a kutyapárt nem vesz részt? Az idén sem, illetve jövőre sem. Igen, ez nem mi. Ugye menetrendszerűen kimaradnak, igen, és mindig szó éri a pártot emiatt. Nem gondolja, hogy ezzel az ellenzéket gyengíti? Sok szimpatizást elvisznek? Hát ha valami az ellenzéket gyengíti, azért az legnagyobb részben szerintem az ellenzék. Sok esetben azzal, amit tesz. Hát mi ez mondjuk 15 éve, mi nem szeretnénk ezekkel a pártokkal összefogni. Bevallom, én is már örülnék, ha valaki leváltaná ezt a kormányt, mert azért ennyit soha senki nem tett ebben az országban, hogy tele legyen gyűlölettel ez az ország, illetve jó lehet, hogy tettek, de azért az sok évvel ezelőtt volt.
Most meg ugye éppen a ország vagyonának a felét ugye áthelyezik Fidesz-KDNP közeli magánalapítványokba. Például egyébként, ha már a 12. kerületről van szó, a Csillebérci úttörő tábor, ami egy hatalmas terület, fele akkora, mint a Margit-sziget, elképesztő értéket képvisel, ez is szintén egy... Hát épp most mondta, hogy rendezni fogják a magánalapítványba került. Nem? Az az örvendetes. Az üdülőtelep, az más, az odébb van, az a magas útnál van az üdülőtelep, ez pedig a Konkoly tege mentén ugye a Csillebérci tábor. Szóval nem, igazából egyetlen egy szereplő van, akit mi az előválasztáson támogatunk, ő pedig Hatházi Ákos. Nekem így elnézve Hatházi Ákos elmúlt évekbeli hát, korrupciófeltáró tevékenységét, és hát látva és tudva a dolgokat Tóth Csabával kapcsolatban, nekem felfoghatatlan, hogy miért áll be az ellenzék Tóth Csaba mögé. Mi egy ilyen 5-10% között vagyunk zuglóba, hát ha ezzel tudunk az Ákosnak annyit segíteni, hogy ő legyen ott az országgyűlési képviselő jelölt, mert ott az előválasztáson fog eldőlni, hogy ki lesz az országgyűlési képviselő, ott ilyen 30% körül áll egyébként a Fidesz zuglóban. Ha győz, akkor a parlamentben milyen céljai lesznek, hogy fogja képviselni itt budai régiót, 12. kerületet? Hát ugye mi azt ígértük, hogy ha megnyerjük a választást, akkor elutazunk nyaralni. Tehát így első körben értelmszerűen ezt tennénk. Pár évvel ezelőtt az ingyen sör volt, meg a ezeket élet, tartjuk természetesen. Az most már örök élet plusz 20 év, mert az úgy tűnt, hogy kevés. Mi feltétlenül szeretnénk majd nyitni egy éttermet a Kossuth téren, ha bekerültünk a parlamentbe. Ott is ugyanolyan olcsó egyébként a képviselőknek a büfé, vagy nem is tudom, étterem, mint a Karmelita Kolostorban. Tehát ott simán 50%-os vagy 100%-os terhességgel tovább tudnánk értékesíteni ezeket az ételeket. Hát alapvetően a parlament... Ez nekünk miért lenne jó? 12. kerületieket hát, kell mert, majd megnézni. Mert én gazdagabb leszek, és én itt lakom a kerületben, és ez nyilván majd lecsorog, ugye, ahogy szokták mondani az ilyen pénzügyi elméletekben. Nem, hát alapvetően nyilván a parlament az ugye nagyobb nyilvánosságot jelent, és akkor az ember ott azért sokkal nagyobb nyilvánosság előtt tud elmondani olyan kerületi problémákat, amik közül most itt párat itt az elmúlt 20 percben már említettem, nyilván egy nagyobb hatása van. Egyébként meg elnézve a magyar parlament idézőjeles munkáját, amit így látunk az elmúlt években, szóval ennél viccesebbek szerintem mi tudnánk lenni, mint amennyire most ezt próbál. Igen? Hát én nem látom nagyon. Nyilván eléggé kiüresedett, és persze, tehát ezek a szakmai viták azért nem igazán jellemző a magyar parlamentre, de amilyen következtetést ebből levont az ellenzék, hogy gyakorlatilag ez a ki tud jobban beszólni típusú politizálás van, ez szerintem végtelenül fáradt és végtelenül unalmas, és nagyon szomorú, hogy működik. Tehát itt van Jakab Péter, akiről a Jobbik elnöke, és nem az Archibónak Kft. Elnöke, akit ugyanígy hívnak. Tehát például ugye Jakab Péterről szerintem az emberek nem tudnak semmi más mondani, mint hogy nagyon jól beszól. Ő tényleg frankon beszól, tehát mint egy kocsmában lennénk, és tök jól beszól. Vagy épp az ellenkezőjét állítják róla, hogy nem jól szól be, vagy csúnyán szól be, de hogy tehát mindesetre az ő képessége a beszólás, abban is szerintem egyetértünk. És ugye szereposztása. És hogy ő, így is mondhatjuk, és ez működik. Tehát amióta ő ezzel híres lett, látja mindenki, milyen sokan nézik meg ezeket a videókat, és hogy a híradókban és a hírekben mennyit szerepel, és azóta a Jobbik így kétszer olyan népszerű lett, mint előtte, Jakab Péter gyakorlatilag az egyik esélyes miniszterelnök jelölt lett, pedig szerintem 2 éve a nevét kb. Nem hallotta senki, vagy hát nagyon kevesen. Szóval ez így nagyon szomorú, hogy tényleg ez a aki jobban beszól, akkor most majd rászavazunk. Kicsit furcsa irányba ment el a politika, a magyar politika az elmúlt időszakban. És a miniszterelnök jelöltjük tényleg a kutyája? Kutyust tervezzük, igen. Senki komoly? Nem szerintem viszonylag komoly a kutya. Vagy ki mögé állnak be miniszterelnök jelöltként? Ja, nem nincs, nincs olyan versenyző a ellenzéki jelöltek közül, akik mögé mi beállnánk, mert úgy látnánk a eddigi munkája alapján. Mi, hogy mondjam, tehát mi azért, én személy szerint úgy gondolom, hogy az így, az a része a politikának, azt a részét nem szeretem a politikának többek közt, hogy a legtöbb politikus feltételes módban és jövő időben beszél. Mi mondjuk egy választási kampányban, mi azt szeretnénk elmondani, hogy mi az, amiket csináltunk, mi az, amit elértünk.
És mi és, az és, most, és most az... hogyha el tudnám mondani egy pár percben, akkor mi az, amit kiemelne? Hát ugye kutyapártosok ugye önkormányzatban több különböző pozícióban is vannak. Van, ahol ugye Ferencvárosban alpolgármesterünk van, azért úgymond, bár tudom, a testület dönt, de hogy ez mégiscsak egy ilyen nagy, valamilyen szinten legalábbis hatalmi pozíció. Én értelemszerűen ellenzéki képviselő vagyok. A második kerületben ott a képviselőnk, a Veronika, ő például próbál együtt dolgozni az ottani városvezetése, ez sem mindig problémamentes, de van, hogy tud együtt dolgozni. És akkor emiatt nyilván mindenhol más, hogy ki mit tudott elérni. A Szuzi Ferencvárosban ő például szerintem tök szuper dolgot tudott létrehozni. Tök nagy probléma, ugye, hogy megszűnt rengeteg közösségi tér Budapesten. Ugye a Müszi, vagy korábban a Tűzraktér, vagy tehát sorolhatnám, a Dürer kert éppen ugyan nemrég. És ők például létrehoztak egy olyan közösségi helyet egy ferencvárosi tulajdonú épületben, a Vágóhíd utcában, ahol mit kibérelhetnek, akkor ilyen célra, nem tudom, művészek, zenészek sorolhatnám. Van plusz ott is ilyen közösségi rész, ahol koncerteket lehet csinálni. Ugye miközben a 12. kerület meg éppen bezárja a Virágyosi közösségi házat, mondvá, hogy nincs érdeklődés a programokra, miközben hát ugye nem nagyon voltak programok. De tök jó kulturális programokat szervezett szerintem a Szuzi Ferencvárosban, akár csináltak ilyen óriásplakát kiállítást, ahova bárki pályázhatott, ez ilyen köztéren volt, és akkor ilyen mindenféle társadalmi kérdésekkel kapcsolatos munkák megjelentek. Volt ilyen köztéri... Civil vonalat erősítenék? Tehát a civil összefogást is az ilyen... Hát nem, az van, hogy ugye ott megkérdezik, tehát amikor megválasszák a színházigazgatót, akkor ott az úgy zajlik, hogy meghívják tényleg azokat a szakmában jártasok, igen, civileket, akik ezt elmondják, és akkor ők mondják meg a véleményüket. Aztán sajnos az ottani ellenzék máshogy dönt, mint amit a szakma javasolt volna, de hát nyilván erre persze van törekvés. Hát itt nálunk igazából, amit úgy tényleg is lehetett érni, az egyrészt ugye ezt az átláthatósági csomagot azért nem úgy, ahogy kellett volna, de valamilyen szinten megvalósította az önkormányzat. Közvetítik például a testületi üléseket, ilyen nem volt ugye korábban itt a kerületben. De nál továbbra se kerülnek fel az 5 millió feletti szerződések a honlapra, maguk a szerződések, úgy értem, ami például szerintem tök fontos lenne, de átdolgozták a rendelettárat, az kicsit szebb lett, tehát valamiket azért ezzel sikerült. Egy olyan közbeszerzés volt, amit hát esélyes, hogy miattunk nem írták alá a szerződést, ugye ez a Szántódi tábor főt. Ez volt a hatalmas sikerünk, hogy miattunk nem újították fel a Szántódi tábort, hogy így fogalmazzak, mert ugye ez egy elképesztő, tehát több mint 500 000 forintba kerültek volna, ezek a fűtetlen faházakról van szó, tehát amiben ilyen PVC-t alkalmaznak, és azt hiszem egy vagy kettő darab konnektor van egy házban, meg egy lámpa, tehát ennyi a elektronika. És akkor miután ezt megírtuk, utána jelezte nekünk az önkormányzat, hogy... 500 000 forint nem sok. Hát abban az időszakban ilyen árból újépítésű normális lakásokat lehetett volna felépíteni, és nem fűtetlen faházakat. Ez körülbelül duplája, bárkit kérdeztünk. Mikor a piacon. Mikor volt ez? Nem tudom, másfél évvel ezelőtt lehetett talán. Hát a 500 000-ért már akkor sem, hát az építőipar úgy elszállt minden, hogy elképesztő, nem? Én állítom, hogy másfél évvel ezelőtt ezen az bruttó 5-600 000 forintos áron simán normális újépítésű lakásokat, nekünk mindenki ezt mondta ki az építőipari, és ez pedig kb. 250 000 forint, de akkor még drága is. Ezt is a 3R Kft. Nyerte meg kivételesen, és akkor ezt mi megírtuk, és akkor utána azt mondták, hogy mégsem írják alá a szerződést. Arra hivatkoztak ugye, hogy a vírus miatt nem tudják beszerezni az építőanyagot. Hát érdekes, nem, más építkezések nem álltak le azért a vírus miatt, mert hogy nem tudták fel beszerezni. És azért ez egy nagyobb, most nem tudom már mennyi volt, 150-200 milliós tétel, tehát ez egy ilyen nagyobb tétel volt. Ezt egyőre egyébként nem írta ki újra az önkormányzat, ezt a közbeszerzést, de várjuk. Tehát köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszélt a programjáról és a jelöltségéről. A hétvégén mivel fogja tölteni a szabadidőt? Kutyasétáltatás? Hát nekem a szabadidőm nincs nagyon, így a kutyapárttal szoktam mindent tölteni. Győrbe leszek egyébként, holnap ott lesz ilyen helyi passzivista találkozó. Ez van most. Akkor kellemes találkozót. Köszönjük. A nézőktől elköszönök.
viszontlátásra.